A magyar szinkronos filmeket és sorozatokat alapjáraton megvetik. A nézők többsége akár egy életre is kukázza a hazai szinkronos tartalmakat, ha nagyon negatív élményben részesül. Pedig egész Európában nagyon kevés ország van, ahol olyan nagy kultusza volna a saját szinkronnak, mint nálunk. Az angol nyelv itthoni térhódítása, például a Netflixnek vagy a konzolós és PC játékoknak hála, olyan jelentős, hogy mára már nálam jóval fiatalabbak is lazán angol szinkron, angol felirattal meg tudnak nézni, szinte bármit. Az eredeti nyelven való sorozatnézés Japán kapcsán sem más. Ám, mint ahogyan azt tudjuk, a kivétel erősíti a szabályt, és kijelenthető, hogy a mai napig készülnek olyan szinkronok animékre is, amelyek nagyobb és jobb élményt nyújtanak számunkra magyarul, mint japánul. Az angolról nem is beszélve. Kérésetekre elhoztam nektek újabb 5 animét, amelyet minden kedves videónéznek csak is magyar szinkronnal ajánlok. Jó szórakozást! 5. Trigán. Az A+-os animékről ódákat lehetne zengeni. Sok mindent köszönhetünk a gyerekkorunk legszebb élményeit szerző tévécsatornának, többek között az első komoly animés szinkron próbálkozásokat. Ezek közül az animék közül most a Trigánt szeretném kiemelni, amelyben Juhász Zoltán a legjobb teljesítményét hozta. Mikor találkoztam a szinkron színésszel, akkor elmondtam neki, hogy sok hazai animésnek a Trigán egy meghatározó animéje, amiben az ő hangja kulcsfontosságú. Jól eltalált hangok jellemzik a Trigán, Juhász Zoli kellően bolond, a kell kellően komoly tud lenni. Ennek az animének a magyar szinkronjához pedig ez kellett. 4. Helsing. Az A+ csúfos eltörlését követően 2007-től az Animax gondoskodott egy darabig a japán animációs sorozatok behozataláról. Ezek közül az egyik kiemelkedő darab a Helsing lett, amelynek a mangája egyébként magyarul is megjelent. Más videómban már utaltam rá, hogy a Helsing legfontosabb szinkron színésze Velker Gábor, akit leginkább reklámokban, illetve az AXM magyar hangjaként ismerhetünk. Más animés szinkron hangot nem tudnék most mondani tőle, de számomra a Helsingben Alucardként olyan maradandót alkotott, hogy nemzetközi porondon is messze ő a legjobb. De Velker Gábor mellett a többi szinkron színész is nagyon jól el lett találva. Gondolok itt a Voltert alakító Bolla Robertre, az Integrát megszólaltató Antal Olgára, Szelász Viktóriánál Farkasházi Rékára, vagy a hazai színészet egyik kiemelkedő alakjára, az Andersen atyát megszólaltató Schneider Zoltánra. És ezekkel a színészekkel a szinkronlistánkon várjuk az Ultimate Ovák magyar változatát. 3. Soul Eater. Érdekes, hogy rengeteg anime több évvel vagy évtizeddel a premierje után jutott el hozzánk. Ám ezen a listán szerepel 2 olyan anime is, amelyek az eredeti japán bemutatója után viszonylag hamar hozzánk is eljutottak. A Soul Eater az egyik ezen a listán. Számomra azért kiemelkedő ez az anime, mivel nem csak remekül összerakott sorozat ez, jó akció jelenetekkel, karakterekkel, csipetnyi ecsivel, hanem ez egy olyan sokszereplős anime sorozat, amire a legjobb emlékeim szerint nem jellemző a szinkron stúdiók spórolós technikája, miszerint feltűnően sok karakter szólaltat meg ugyanaz a színész. Itt a sok karakternek mindenkinek egyedi, zseniálisan eltalált hangja van, aminek következtében nem is ajánlanám senkinek az animét angolul vagy eredeti nyelven. Példának okáért egyébként a Dragon Ball Super rengeteg mellékszereplőjénél már feltűnően sokszor szólaltatott meg néhány színész 3-4 vagy több karaktert is, ami jelentősen rontott az anime élvezhetőségén. Itt ilyen nincs. A Soul Eater Santa Lászlóval és Csipó Dorinával az élen egyszerűen zseniális. Ne hagyjátok ki. 2. Fullmetal Alchemist. Szerintem ezt az animét senkinek sem kell bemutatni. Úgy vélem, azzal mindenki egyetértett, hogy a két legjobb anime, aminek a minőségét nem lehet megkérdőjelezni, az a Death Note és a Fullmetal Alchemist. Abból is a leginkább a testvériség. Komoly, mély tartalom, háborús környezet egy alaposan összerakott világban és történettel. Az Erik testvérek története Szabó Mátéval és Barát Istvánnal az élen egy nagyon jó párosítás volt. Bár Szabó Máté nem kimondottan kedvelte az animétől kapott feladatát, ettől függetlenül is egy olyan nagy minőségben alakította a főszereplő Edvárdot, aminek következtében sokan Szabó Máté legkiemelkedőbb szerepének tartják a szőketörpe alkimistát. Hát remélem, hogy nem bántok meg vele senkit. Én nekem ez az anime világ, ez, tehát ha valami távol áll tőlem, akkor ez az. Zseniális anime, szuper jó szinkron rendezéssel, és hihetetlen, hogy annak idején az Animax ezt még futó animeként el tudta nekünk hozni. Legalább valami minőséget is hozott nekünk az Animax a sok Z kategóriás reality mellett. Na most vagy én vagyok túl korlátozott ehhez, vagy még nem vagyok elég fejlett, vagy még elég értelmes, vagy elég intelligens, vagy egyszerűen tényleg távol áll tőlem a téma.
én nem találtam meg ebben azokat a hatalmas mondani valókat, amiket itt közvetíteni kellene. Mielőtt rátérnék ennek az ötös listának a legjobb animéjére, csak jelezni szeretném felétek, hogy én a mai napig nem láttam minden magyar szinkronos animét. Ez a lista szubjektív és csak egy szeletét mutatja be a szinkronos animéinknek. Így ha valami nem került fel erre a listára, akkor az azért lehet, mert az az anime szinkronját én nem tartom elég jónak, vagy csak simán nem láttam. No de, ezek ellenére is jöjjön a lista győztese. Első, Hős Akadémia. Szerintem ti is ugyanúgy megvoltatok döbbenve azon, amin én is. Ez az anime itt, nálunk, magyarul. Bizony, ráadásul nem is olyan szar szinkronnal, hanem egyszerűen egy zseniális szinkronnal. Szerintem az Animex elvérzését követő időszaknak a legjobb magyar szinkronos animéje, nem sorozata, meg filmje, hanem egységesen animéje a Hős Akadémiának lett. Ezzel nincs is mit szépíteni, ez tény. Szuperül eltalált hangok, mindenki a helyén van, és inuyasás nosztalgia hat ránk a támadások lefordításával. Egyszerűen ez szuper. Gulás Fanni egy olyan alapos munkát tett le az asztalra, ami mellett sokáig értetlenkedtem. Létezik, hogy ilyen kitűnő magyar szinkron készüljön animére Magyarországon? Igen. És úgy tűnik, ez a dolog még mindig nincs kihaló félben itthon. Várjuk a Hős Akadémia újabb évadjainak a szinkronos változatát is. Örülök, hogy végignéztétek a legújabb videómat. Remélem ezzel a feltöltésemmel megfelelően kiegészítettem az előző top 5 magyar szinkronos animékről szóló tartalmamat. Ha tetszett az új listám, kérlek dobj rá egy lájkot, ha szeretnél tőlem más tartalmakat is látni, akkor megiratkozz fel és kattints a csengőre. Várom mindenkinek a hozzászólását, észrevételét ezzel a listával kapcsolatban. Én Dicetsu voltam, sziasztok! A forgatások és a felvételek azok rendkívül szórakoztatóak voltak, tehát ott nagyon sokat nevettünk.